ahhoz a mámorhoz és csodához azóta sem fogható semmi, fogalmazott megemlékező beszédében gróf Nádasdy Borbála október 23-án délőtt a Jó Szerencsét Művelődési Központban Palotaváros 1956 forradalma és szabadságharca előtt tisztelő ünnepségében. 56 éve. Igen, 56 éve telt el azóta. Tiltott és titkolt évek. Nemzedékek lettek félrevezetve, és szégyenlőkkel lett ezt az eseményt, pedig a világtörténelem legnagyszerűbb szabadságharca volt. Én mai napig büszke vagyok arra, hogy ehhez a néphez tartozom, akik ezt végigvezették, véghez vitték. Ha megkérdeznének, érdemes volt-e élnem, gondolkozás nélkül válaszolnám, igen, az 1956-os napok csodájáért. Azért a mámorért, amelyet akkor éreztem, és amelyhez azóta sem volt semmi fogható. Emigránsok, költők kiáltották szerte a világban. Ennek a felkérésnek igazán megkínzott halottai vannak, akik nem számadatok, hanem csillagok a föld alatti égen. Idézem Tamás Járont. Sokaknak halkuló emlék, de él és örökké fáj. 56. október 23-a, ugyanígy keddi nap, mint ma, ugyanilyen merőfényes. Az írónő Tamás Járont idézte. Sokakban haldokló emlék már 1956, de él és örökké. Nádasdy Borbála Budapesten élte meg a forradalmat, mentősöknek segített, a kórházban a haldoklók kezét fogta, akik üzeneteket mondottak. Az üzenetek soha nem jutottak el, mert nem voltak címek. Azokat nem találták. Ám a megtorlás éveiben megtalálták az orvosokat, mentősöket, nővéreket, börtönnel és akasztófával. Az emlékbeszédben elhangzott Albert Camus, Nobel-díjas író 1957-ből a civil világnak szánt üzenete. A magyar vér olyan nagy értéke Európának, hogy óvjuk minden cseppjét. Sok vér folyt el, most már olvad. Soha sehol nem szabad elárulni, amiért a magyarok harcoltak. Az örökségünket Európában ki kell érdemelnünk. Emlékezhetünk és maradtunk hülye, hogy soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Az ünnepségen Lápoltaváros önkormányzatának képviselőtestülete által ítélt tanulmányi ösztöndíjakat 30 középiskolás részére Talabér Márta polgármesternő adta át. Az ösztöndíjat 4000-6000 forint közötti értékben havonta, az összeg az eddigi tanulmányi érdemétől függ. A Cserregő Néptánc Együttes idézte fel 56 forradalmát, Márai Sándor Mennyből az Angyal című versét Prágai Zsolt szép mondásában. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Thank you.
Ellenünk tétkezünk meg, és ne vigyünk
szabadságharc hőseinek emlékművénél fejeződött be, ahol az önkormányzat képviselőtestülete, politikai pártok című szerint.